Megújult az óvoda és az orvosi rendelő is Gelénesen. A belegi község a nagyszabású beruházásokra, eszközbeszerzésre és útfelújításra összesen mintegy 100 millió forint fejlesztési forrás nyert a Magyar Falu programból. Megyénkben számos községben tudtak hasonló beruházásokat végezni a Magyar Falu program keretében. Az átfogó állami támogatási formát 2019-ben hirdette meg a miniszterelnökség, azzal a céllal, hogy javítsa a kistelepülésen élők életminőségét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 2019 és 2022 között a program összes nyertes pályázatán mintegy 40 milliárd forint értékű forrás érkezett. Ezek a pályázati kiírások 2019 óta minden évben megjelennek. Tehát, hogyha visszatekintek 2019 és 2022 között, viszont összesen több mint 25,5 milliárd forint támogatást jelent ez ezeknek a szereplőknek. És ezen felül jön még a civil szervezetek támogatása, 19-ig visszamenőleg majdnem 1,5 milliárd forint értékben, és tavaly volt egy kisboltos pályázatunk, ahol a kisboltok felújítására lehetett pályázatot benyújtani. Ott 111 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisbolt nyert el összesen több mint 3 milliárd forint támogatási összeget, és ezen felül van még az úgynevezett falusi útalap, ahol az állami mellékúthálózat felújítása zajlik. Ott eddig 140 kilométer újult meg csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, az is nagyjából ilyen 10 milliárdos nagyságrendű összegben. Garbolcon az orvosi rendelő fejlesztésére 30 millió forintot, míg eszközbeszerzésre újabb 2 millió forintot fordíthattak a program segítségével. Idén 13 pályázati kiírásban hirdettek eredményt. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos híradónak elmondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 200 kis település nyert forrást ezekben a programokban. Csak az idei évben 327 nyertes pályázat született szerte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez között a 211 néhány település között oszlik meg, és összesen több mint 5 milliárd, majdnem 5,5 milliárd forintnyi támogatás érkezett az önkormányzatokhoz és az egyházközségekhez, hiszen ezeken a pályázati kiírásokon most ennek a két célcsoportnak hirdettünk pályázati kiírásokat, és még hátra van a falusi civil alappályázati kiírásunk eredmény hirdetése, ami várhatóan ezen a héten megtörténik. Kisszekeresen az óvodai játszótér és a kerítés is megújulhatott a Magyar Falu program támogatásával. A kormánybiztos azt mondta, a pályázati rendszer előnye, hogy egyszerű és gyors. A pályázatok végső beadási határidejétől számítva ugyanis 65 napon belül születik támogatói döntés. A dokumentumok kitöltése után pedig a kedvezményezett 5 napon belül megkapja az elnyert összeget.